Hello mindenkinek, srácok, a mai videóban egy újabb, izgalmas fejleményről szeretnék nektek hírt adni. A világ egyik legikonikusabb játékáról, vagy legikonikusabb FPS játékáról, a Counter-Strike sorozatról. A Varovar c 2 srácok mai naptól már rengeteg játékosnak elérhető beta verzióban, viszont a hivatalos megjelenése mindenkinek 2023. szeptemberében következik be. Mielőtt beletérnék srácok a témába, csapassátok szét a strike iratkozzatok fel a csatornára, hogyha nem vagytok még felkozva, és térünk is bele a témába. A Counter Strike játék srácok és a Counter Strike sorozat mindig is a világ legnépszerűbb FPS játéka volt, és a 2012-es Chego óta folyamatosan növekszik a népszerűsége. 2023. augusztusában srácok már majdnem 26 millió egyedi játékos vonzott be a játék, és májusban elérte az 1.8 millió egyszerre játszó játékost. Azonban a Valve tudja, hogy idővel a játék elavultá válik, és ennek eredményeként dolgoztak a Counter-Strike 2 folytatáson, mely a forradalmi Source 2 motorral érkezik. A Counter-Strike 2 beta srácok ma jelent meg, és a Valve szeptember elején, ugyanúgy mint ma is, rengeteg embernek, rengeteg aktív embernek osztotta ki ezt az esélyt, hogy ki tudja próbálni ő is a CS 2 betát. Figyelem, ez most szeptember elejéről van szó, nem május június, ahol csak egy pár ember kapta meg. Most mai nap folyamán nem csak a profik, nem csak a híres influencerek, streamerek, videósok, hanem tényleg aktív emberek is rengetegen megkapták a C2-bet, a verziót. Nagyon fontos, hogy három kritériumot kellett, hogy betölts. Egy az, hogy legyen prime a kontot, kettő legyen rankod, és három, játszik egy csomó kompetitívet. A hírek szerint srácok a Counter 2 szeptember 23-án fog megjelenni, vagy hamarabb a kiszivárgott információk alapján. A Valve hivatalosan csak annyit közölt, hogy a Counter Strike 2 a nyár 2023 során érkezik, és technikailag a nyár állítólag szeptember 30 ig tart. Mivel augusztus 21-én ünnepeltük a CSGO 11. évfordulóját, sokan azt feltételezték a közösségben, hogy a Valve ezen a napon jelenti be a Cség 2 megrenését az alkalomra való tekintette. Azonban minden várakozás ellenére a nap eltelt, és sajnos a Valve nem tett hivatalos bejelentést. Összességében tehát a Contest 2 várható a szeptember 2023-ban érkezik meg mindenkinek, viszont majd nap folyamán szeptember elsőjén és szeptember elején rengeteg aktív Prime játékos kapta meg ezt az esélyt, hogy kipróbálja a beta verziót is. És igen, nem véletlenül csináltam a Cséről videót, hanem hamarosan lesznek Csé streamek is. Voltak még Cségos streamek ebben az évben, de mikor meglegyek a c 2, lesznek egy csomó Cségy 2 streamek. Alig várom a srácok, és írjátok le a kommentben a Na ismét köszönöm, köszön, hogy végignéztek, lájkot, gombot, csapassátok szét, na ismét köszönöm, Tabi, szép napot!